Stúdióban üdvözlöm az Igen Szolidaritás Mozgalom miniszterelnök jelöltjét, Szanyi Tibort, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Most már aztán tényleg minden közös lesz az ellenzék, a baloldali ellenzéki oldalon közös lista, közös jelöltek. Önt mennyire győzi meg ez a hatpárti összefogás arról, hogy itt valóban választás nyerése a cél, politikai hatalom megszerzése a cél? Több dolog csúszik itt egyben, nevezetesen már eleve az, hogy ön baloldali ellenzéknek minősítette ezt a hatpártot. A mi olvasatunkban, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom nevű párt esetében, vagy szerdai iszom, mert így is szoktak becézni minket, mi nem látunk köztük egyetlen baloldali pártot se. Tehát, demokratikus ő... koalíció határozottan állítja magáról, Momentum. Hát ő, nyilván az, hogy ki mit állít magáról, az is nagyon szép dolog, de hogyha megnézzük a valós politikai tartalmat, akkor nem. Tehát csak most mondok két példát. Ez a hat párt különböző minőségében az elmúlt három ciklusban, az elmúlt 11 évben, tulajdonképpen mondjuk ami a Fidesznek, a kormánynak, a szociálpolitikájának a gerincét alkotja, ezeket a dolgokat nagyjából megszavazták. Azt is mondanám, hogy a baloldali politika az mindenképpen azon ismerszik meg, hogy a szociális kérdéseket hova teszi, az elejére vagy a végére. Ennek a hat pártnak a tavaly december 20-i nyilatkozatában az első 10 vállalásában nem fért bele sem a szociális ügykör, sem pedig a környezeti ügykör. Belemehetünk politológiai vitákba. Másként kérdezem, mennyivel lett vonzóbb ez a hat párt azután, hogy összefogtak, mint amennyire előtte voltak vonzóak? Érdekes módon mi az Igen Szolidaritás Magyarországi Mozgalomban mi nagyon sokáig hittünk ebben az ellenzéki együttműködésben, előválasztás és a többi és a többi. Aztán jött az első pofon, ez volt a tavalyi szerencsi választás, amikor tótágast álltunk, és ennek ellenére az előválasztás pápái elugrottak az előválasztás elől, így aztán indultunk önállóan, és most is ugyanez történik, hiszen bármennyire is játszottunk a gondolattal, mi azt hittük sokáig, hogy ez valami programok versenye lesz, és kiderült, hogy ez a hatos fogat, ez gyakorlatilag ugyanazt a neoliberális nótát fújja, mint amit a Fidesz most alapjait nézve. Új alkotmányt akarnak létrehozni, köztársasági elnököt akarnak közvetlenül választani. Igen, csak ők is egy polgári Magyarország vízióját vetítik előre, és a Fidesz is egy polgári víziót vetít előre. A lényegi különbség köztünk és köztük az, hogy mi viszont egy társadalmi bázisú víziót forgalmazunk, mi ezt úgy hívjuk most, hogy a korunk, a modern kor napjaink szocializmusa. Nekünk ez a programunk, és igazából azt látom, hogy ez nem csak személyi választék, meg nem csak kormány ellenzék, hanem látunk egy többé-kevésbé neoliberális ihletettségű kormány, tehát mindent a tőke logikán kezelő kormány, látunk egy hasonló ellenzéket, majdnem azt mondom, hogy egy kutya, szinte mi vagyunk a belgák, vagy mi vagyunk a bosszúállók pártja bizonyos értelemben, mert igenis elégtételt akarunk a szociális válságért, amit 30 éve topzódik ebben az országban. Ez de nem túl bizalom, vagy sokak számára ijesztő lehet ez az elégtétellel kezdés, ugye azért tetszik, nem tetszik a szocializmus, egy nagyon erős terrorral indult annak nem. idején. Nem, egyébként mondok ennek egy nagyon érdekes dolgot, hogy mivel indult például a kereszténység, csak hogy a kereszténységet mondjak, 896-ban Formosius pápát effektív már holtába kiásták a sírjából és bíróság elé állították. Már a következő pápa, a hetedik. Na most a történet mindent hozott, de mi nem erről beszélünk. Hát nem volt még olyan társadalmi berendezkedés, aminek ne lett volna valamilyen rossz kivitele. A kapitalizmus tönkrevágta az egész világot. Hát itt szenvedünk, hogy fél évtized múlva már lehet, hogy nem is ismerünk rá a bolygóra. Hát könyörgöm, itt mindenki kudarcot vallott, és ezért mondjuk mi azt, szocializmust is beleértve. Nem, szocializmus, ahogy azt annak idején eleink megálmodták, olyan soha nem volt. Mi azt mondjuk, hogy szocializmus nem volt, hanem lesz. Beszélgethetünk erről egyébként hosszan, mert nagyon szeretem az ilyen ideológiai csatákat, csak akarom markírozni, hogy mi olyan ördögi nagy különbséget nem látunk a Fidesz víziója és ennek a hatos fogadnak a víziója között. Hát lehet, hogy ez egy országépítő vízió, nem? Minden lehet, csak nekünk más a programunk. Mindjárt beszélünk az iszomnak a programjáról, de mindenképpen kíváncsi lennék a véleményére, vagy az álláspontjára arról, hogy Hatházi Ákos jelölésével, hogy a Momentum jelölte őt Zuglóban, ki is robbant az első, vagy hát az első komolyabb belháború a baloldalon. Ugye itt éppen a szocialista színekben politizáló országgyűlési képviselővel szemben.
Azt mondja Fekete Győr András, hogy ez egy üzenet, hiszen korrupciós jeleket lát. 100 forintból 40-et ellopnak Zuglóban. Ön szerint az, hogy most Hadházi Ákost, a korrupció ellenes harcnak az él lovasát oda jelölik, ez egy hadüzenet? Táboron belül? Én ezt egy taktikai műveletnek értékelem most, mint gyakorló politikus. Egymás kóstolgatása, itt még azért messze állunk attól, hogy itt ezt belháborúnak vagy hasonlónak lehessen mondani. Jól mondja egyébként Fekete Győr András, tehát ez valóban egyféle ilyen próba, ezzel provokálni akarja egy kicsit a viszonyokat. Én nem vagyok arra meggyőződő egyébként, hogy Hadházi Ákosnak ez a végállomás. Tehát, hogyha majd 22 tavaszán esetleg újra beszélgetünk, és akkor kiderül, hogy esetleg mégse Zuglóba indul Hadházi Ákos, én azon nem leszek meglepve. Hát ő egy bérbeli Fidesz szökevény, tehát ez azt jelenti, hogy ő 2013-ig nagyon jól el volt a NER-rel. Ott már az LMP. Aztán LMP, aztán onnan is megszökött, hát most nem tudom hova szökik, minden esetre. Igazából ő egy olyan szereplő, akit inkább mondanék egy ilyen oknyomozó újságírónak, mint országgyűlési képviselőnek. Tehát egy országgyűlési képviselőnek azon... Én nem mondanám újságírónak, mert az újságíró tevékenységébe beletartozik, ja, a források lehet, leellenőrzés. Jó, most lehet, hogy megsértettem az ön szakmáját, bocsánatot kérek, megkövetem ilyen értelemben önöket. Nem, én azt gondolom, hogy ő országgyűlési képviselőként például a tavalyi esztendőben neki egyetlen egy parlamenti felszólalása sem volt. Tehát én azért azt gondolom, hogy az emberek, tehát akik választanak, mert mi egyébként a választópolgárokra figyelünk, tehát nem egyik párt, másik párt, mi a választópolgárt nézzük, ők képviseletre vágynak, hogy valaki az ő hangját mondja el a parlamentben. Na most az, hogy valaki ehhez képest valami egészen más dalt vagy darabot ad elő, ez egy külön történet. Tehát én ezt egy ilyen, azt mondom, játszanak a politikusok, nem szeretem az ilyesmit, mert mi az emberekkel akarunk foglalkozni. Ugyanának a 106 jelölt kiválasztásával, összegyűjtésével. Hát, hogyha most ön nagyon rám ijesztene, akkor én azt tudom mondani, hogy itt ebben az órában 50 jelöltet ki tudnánk már állítani. A további 56-ban is formálódik szépen. Egyelőre vidékre koncentrálunk döntően. Budapesten sokkal könnyebb jelölteket találni. Vidéken sokkal nehezebb, bensőségesebbek a viszonyok, eltérő a település szerkezet, hát van olyan választókerület, ahol 150 település van. Tehát azért megtalálni az igazi embereket, az egy nehéz dolog. Mi nagyon örülünk, most leszünk március 6-án, egy évesek a nyilvánosság előtt, egy pár izgalmas bejelentést is akarunk tenni, ez majd értelemszerűen jövő hétvégén lesz, és én azt érzem, hogy nagyon ritka, talán lehet, hogy nem is volt még a magyar, újkori magyar politika történetében, hogy egy újonnan induló párt egy év alatt annyi mindent össze tudott hozni, mint ami nekünk sikerült, de én legbüszkébb azért a programunkra vagyok, mert a programunk az most 82 pontban van összesűrítve, sokkal több ez valójában, de egy vérbeli, igazi, virtigli, modern, zöld, vörös, baloldali program. Természetes szövetségesük lesz, lehet? Munkáspárt, Türmer Gyula? Ez most még olyan értelemben korai, hogy mi szeretnénk látni a többi pártnak a programját, és ahhoz mérten eldönteni, hogy most az ad-e annyi közös platformot, hogy szövetségre tudunk lépni, vagy sem. Mi a szociális válságot tekintjük elsődleges ellenségnek, amit egyébként a vírus csak fokozott. Vidéken szó szerint milliós nagyságrendben éheznek az emberek. Ezzel valamit kezdeni kell. Mi bizonyítja ezt? A szemem. A szemem. A szemem. Mert én látom a vidéket, járom a vidéket, most a jelölt... Tömegével lát éhező embereket az igen, szélén igen, 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 igen. Azt kell mondjam, hogy az alultápláltság az egészen mindennapos tud lenni, elsősorban a kisfalvakban. Így van, így van. Sajnos jöjjön velem valamikor, és megmutatom, hogy miről beszélek. Várjuk a stúdióban máskor is, köszönöm, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm én is.